A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház. A lovak kíváncsiak, keresik az emberek társaságát. Könnyű dolgunk van, hogy a kapcsolatot szeretnénk teremteni velük. A boxhoz lépve szólítsuk nevén, hogy felfigyeljen az érkezésünkre. Hogyha sunyít vagy ránk forol, akkor bajban vagyunk, el kell nyernünk először a bizalmát. Hogyha hegyezi a fülét és felénk fordul, akkor be lehet hozzá lépni. Oldalról közelítsük meg, majd a kötőféket, vezetőszárat felhelyezve vezessük ki a patamosóhoz. Mindig az ember megy előre, az állat pedig követi, ha szeretnénk megőrizni a nomináns pozíciónkat. Ha meg akar előzni, megállhatunk, visszaléptethetjük. Itt kikötve jobban átvizsgálhatjuk a lovat. Van-e rajta sérülés, milyen a hangulata, melegebb-e valamelyik végtag, tehát egészséges-e? Minden ló külön egyéniség, van amelyik csiklandós, vagy a fülét félti, esetleg érzékeny, de sörényélen a vakargatást általában kifejezetten szereti. Először ki kell kefélni a sörényt. Aztán a gyökérkefével eltávolítjuk a masszívabb szennyeződéseket a szőrről. Jöhet a gumis vakaró. Szőrrel ellentétes irányba körkörösen fellazítjuk a koszt, a szőrkefével pedig finoman eltávolítjuk. A vakarón lehúzzuk a szőrkefét, amit aztán földhöz ütögetve megtisztítunk. Rongyal áttörölve lesz csillogó a szőr. A farok szálait óvatosan szét kell választani. A patát, a láb és az inak végig simításával vesszük föl, majd kikaparjuk, kikeféljük. Minden lóra csak a saját és gondosan tisztán tartott ápolóeszközeit használjuk. A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház.